A legkisebbek is felvonultak kétjen a település születi napján. Az óvodások is tevékenyen részt vettek a településen több mint 15 éve megtartott eseményen. A kisebb falvak életében ezek számítanak a legnagyobb ünnepnek, mert rendkívül nagy közösségmozgató erejük van, mondja Gödrei Zoltán, Kégy polgármestere. Teljesen összefogja a kulturális életét, illetve megmozgatja a lakosságot, mint ahogy látjuk, rengetegen kilátogattak erre a rendezvényünkre, és azt gondolom, hogy nagyon sok embert érdekel, nagyon sok gyermek szerepel, és a gyerekekkel itt vannak a szülők, a nagyszülők, tehát az egész falu megmozdul ilyenkor. A születi felvonulásnak nagy hagyománya van a településen. Már a 20. század elején is megtartották ezt a rendezvényt. A polgármester szerint azonban manapság nincs könnyű dolguk a szervezőknek. Ez egy teljesen új variáció. Még soha nem csináltunk olyat, hogy a második fellépési rész az egy rendezvénysátorba lenne, illetve még nem kísért minket zenekar egyszer sem, de mindig nagyon jó hangulat van, mindig próbálunk egy kicsit megújulni, kicsit újítani, és hát úgy néz ki, hogy ezt a lakosság is meghálálja. A kéti falunapra a szomszédos Zomba településről is érkeztek néptáncosok és hagyományőrző egyesületek, hogy közösen ünnepeljék meg a szület végét.